Itt a jó idő, végre már lehet a szabadba menni a gyerkőcökkel. Ez a gondolat indította el Pápai Mihály polgármesterben az ötletet, hogy a gyáli játszóterekre homokozó játékokat ajándékozzon az önkormányzat gyermeknap alkalmából. Az ötlet megvalósításában partnerre is talált a városvezető, hiszen a Dohány Kft. Ügyvezetője felkarolta a kezdeményezést, és az önkormányzat segítségére sietett. A részletekről a Szent István és Árpád utca sarkán lévő játszótéren kérdeztük a polgármestert. Az ötletet tehát Tett követte. Dohány Péter, a cég egyik vezetője, nagylelkű felajánlást tett, mintegy 100 000 forint értékben homokozó játékokat adományozott a város számára. Az önkormányzat pedig gondoskodott a játékok megfelelő tárolásáról és azok kihelyezéséről. Ez a cég, ez általában elég sokszor és elég sűrűn támogatja a gyáli óvodákat is ilyen játékokkal, és a tulajdonos azt is elmondta, hogy amennyiben ebben az évben elhasználódik, ne adj Isten, eltűnik egy-egy játék, akkor ezt ő fogja pótolni. Én azt gondolom, hogy jó ez, és remélhetőleg a gyerekek is és a szülők is örülnek neki. Tegnap kint voltam a Millenáris Parkban, és láttam, hogy a szülők szatyorba hoztak játékokat a gyerekeknek, és vitték hazafele, és mondtam, hogy hát ez most már itt van, igen, azt mondták, hogy ők ezt még nem vették észre, és legközelebb már nem hoznak ilyet, és örömömre szolgált, hogy a szülők a gyerekekkel együtt homokoztak, vitték a vizet, lapátoltak, úgyhogy aktívan bekapcsolódtak ebbe a dologba, és hát remélem, hogy sokáig fogjuk tudni ezt használni. Nem kis összegű ez a támogatás? Igen, hát mint említettem, 100 000 forint nagyságrendű, és hát ez folyamatos lesz most már szerintem minden évben. És hát nem csak az a lényeg, hogy ezt megkapta a város, illetve megkapták a gyermekek, hanem az is, hogy minél tovább lehessen ezt használni, ezért pedig óvni, vigyázni kell ezeket a játékokat? Természetesen nem azért van, hogy hazavigyük, óhatatlan, hogy egy kisgyerek nagyon ragaszkodik hozzá, síri, és az anyuka nem akar feszültséget még a játszótéren, vigye haza, de másnap hozza vissza. Ez fontos, én azt gondolom, hiszen hát most nem kell a gyereket ott terrorizálni, meg hát magunkat sem kell, nem kell ezért megszólni a másikat, mert mindenkinek előfordulhat az életében. Ilyen, vigye haza, másnap visszahozza, senki nem fog egy rossz szót sem szólni ezért. Az ajándékok kihelyezését a piac téri gyermeknapi programok ideje alatt úgy végezték el, hogy másnap valódi meglepetés várja a gyerkőcöket. A dobozok tetején olvasható a játékszabály, amelyben kérik a szülőket, hogy a játékokat használt után helyezzék vissza a dobozba. Köszönet illeti a Dohány Kft-t a felajánlásért. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy mivel mi egy gyáli cég vagyunk, a mi kis térségünket támogassuk, hiszem azt, hogy lépéseket kell tenni, hogy fejlődjön a régiónk, és ez picike kis lépésekkel lehet szerintem elérni. A polgármester úrtól jött egy kezdeményezés, hogy szeretne vásárolni játékokat ebbe a kihelyezett játékdobozokba, de mi úgy éreztük, hogy nem eladni szeretnénk, hanem inkább akkor ajándékba adnánk, és természetesen egész évben garantáljuk, ha ebből fogyás lesz, hogy mi ezt újból feltöltjük, mert hiszem azt, hogy ilyen előre menő dolgokkal lehet fejleszteni egy térséget, lehet látni, hogy az utolsó 15-20 évben mekkorát fejlődött gyál, és szerintem nagyon jó irányba megyünk, és szeretnénk ennek részesei lenni. Milyen típusú játékokat helyeztek el a játszótereken? 3-6 éves gyerekeknek való homokozó játékokat, kifejezetten az óvodásoknak való, kislapát, homokozó, vödör, szita, locsolókanna, és meglátjuk, hogy melyikkel tudnak játszani, és melyikkel nem, és azokat fogjuk még többet adni. Volt olyan megkeresés, hogy több locsolókanna legyen, de utána másik oldalra megmondták, hogy ezzel összevizezik a gyerekek magukat, meglátjuk, hogy mit szeretnek a gyerekek, mit óhajtanak a szülők, és azt fogunk adni. Idén nyáron ki lettek helyezők a játékok, mi lesz a tél folyamán a sorsuk? Hát a tél folyamán meglátjuk, hogy mennyire használódott el. Azt fogom szerintem nyitványozni, hogy hozzuk vissza a céghez, megnézzük, hogy melyiket kell leselejtezni. Szerencsére nekünk olyan a technológiánk, hogy 100%-osan vissza tudjuk forgatni, és gyártunk új játékokat belőle, olyan alkatrészeket, ahova lehet ilyen használt műanyagot is használni, és tavasszal új friss játékokat fogunk szerintem jövőre is kihelyezni.